Ugye legutóbbi időszakban olyan képeket készítettem, amik végül is ilyen, úgy hívom, hogy egzisztencialista képek, az ember sorsával kapcsolatosak, illetve az én magfek lelki világomat ábrázolják, vagy próbálják ábrázolni. Igazából én egyre inkább a világba beleértve a művészetnek az életét, és a főként a magam világát én a reménytelenséget látom. És itt igazából látom a tévében ránk szabaduló sok demagóg dumát, ezeket a nagy happy dolgokat, a kommersz dolgokat, de amikor kinézek a barátnőmnek az erkély ablakán, azt látom állandóan, hogy emberek turkálnak a szemétbe. És úgy gondolom, hogy egyszer egy cigány, aki turkálni szokott, és jó ismerősöm, azt kérte tőlem, hogy rajzoljam meg az ő életüket is, hogy jelenítsen meg. Egy kicsit a művész jelenlegi állapotával, vagy a művészetnek a reménytelenségével próbáltam ezt rokonítani. Tipikus mozdulatok vannak, hogy 2 forintért lehet beváltani a bevásárlómarketben egy széttaposott sörös flakon, és hát maga a nyomor, ami egyre inkább az ember életében jelen van, én azt próbáltam kifejezni. Én az egyik figurával azonosítottam is magam, pont amelyik a sörös flakon tapossa szét a képen. Igazából a saját életemnek a reménytelenségét fejezi ki.